Hát itt gyönyörűségek vannak, meg mindig is voltak, nem először látunk itt benneteket, sőt, hát egy nagyon megszokott jelenség vagytok itt a kiállítás sorában. Viszont most felfedeztem egy plakátot a komáromi ládáról. A komáromi láda az nagy hírű, tehát annak azért van már neve. Tehát a komáromi láda az egyfajta fogalom. Legyél kedves, meséld el, hogy mi is ez a komáromi láda, és hogy mi történt vele, hogy most ennyire fölkavarodott a por körülötte. Igen, most a központba került, és a Csóri pályázaton megpályáztuk a komáromi láda kutatását, tanulását, tanítását. Márpedig abból az apropóból, hogy értékmentő konferenciákat rendeztünk két évenként a komáromi mesterségekből, amelyeket Kecskés Laci bácsi, a Klapka György Múzeum régi igazgatója egy könyvben kiadott. Sorba vettük a mesterségeket, és elfogytak, és most úgy döntöttünk, hogy nem csak a megismertetés, hanem a megtanítást is bevállaljuk, és mivel kevés komáromi ládát találtunk a tapasztalataink szerint a környező múzeumokban, így a kutatását is bevállaltuk. És a Csóri projekt az pont erre kapóra jött nekünk, mert hogy a tudásátadás áll a középpontban ebben a programban, és akkor már, ha lúd legyen kövér, akkor kutatjuk, hogy minél több ládát tudjunk összegyűjteni és megtartani a jövőnek. De mitől komáromi egy láda? Hát attól komáromi, hogy a 13.-14. században már komáromi pingáló asztalosokról vannak írott dokumentumok, ugyanis Kárpát-medencébe hívták őket mennyezetet, tehát egy templomok mennyezeteit festeni, és igazából a bölcsője a pingáló asztalosságnak Komárom lett. És mivel hajóácsok, tehát a hajóépítés az ugye Duna mellett Komáromban jelentős volt, emellett az asztalos ipar is kifejlődött, és hát persze jött le a hegyekből a fa. Vágon leúsztatták a fenyőfát, és a fenyő az ragyogó volt arra, hogy tehát ilyen ünnepekhez, már mint hogy az esküvőhöz köthető kelengye ládákat készítsenek, főként a középnemes osztálynak, meg a paraszti osztálynak. Itt a hátunk mögött erre látunk példákat, igaz? Igen, van régi láda, amit felújítottunk, és ezen meg ez a nagy méretű láda, barna, igen, ugye ő az? Igen, ő igazi kelengye láda. Ezen megtanultuk, hogy a régit hogyan lehet felújítani mértékkel, és nem túl színezve, ami elég gyakori mostanság. Vannak leveles ládák, és vannak kisebb méretű ládák, amikben az értékeiket tartották. Itt most olyan ládákat látok kivétel nélkül, amelyek nem zárhatóak. Léteznek zárható változatok is? Igen, hát ez a megrendelőnek volt a szíve joga, hogy akár dupla zárasat, mert van olyan láda, amin dupla zár van, és vannak olyanok, amik egy nagy kulcsos zárasak. Tehát ez a megrendelőnek volt a szíve joga, hogy hogyan kéri. Sőt, méretétől függetlenül a zárás is az különböző volt, és ez szerint, ahogy nőtek a ládák, egyre több pánt fogta össze. Úgy nézem, hogy nem csak festett, hanem faragott is ez a láda, illetve faesztergált díszítések is találhatók rajta. Úgyhogy ez azért tényleg egy nagyon, hát míves bútor darab volt, ez kiszolgált egy embert, sőt, még örökölhető is volt szerintem. Igen, a különféle stílusok, tehát négy stílust ért meg a komáromi láda, és ahogy fejlődött, tehát ahogy tökéletesedett az asztalos ipar, a szerszámai, úgy tűntek el a vésések, faragások a ládáról, mert ugye ez macerás volt. Szép az, mert van nekünk is egy faragott ládánk, amit festett faragottnak mondtak, mert hogy le kellene festeni kékre. De régen is volt olyan, hogy diófából, vagy tölgyből, vagy körte, tehát gyümölcsfából kértek ládát,
tehát azokat többnyire faragták, mert azt szépen lehetett hát faragni, és nem festették le. Igen. Általában a fenyők alapúakat festették le, és ez változott. Tehát ezek az esztergályozott díszek, ezek a későbbi láda stílusokba kerültek elő, és ezen a ládán ezek a szürke vonalak, ezek még vésettek voltak. Tehát, amit ilyen, tehát ez most itt csak jelzésértékű. Jelzésértékű, igen. De ebből a típusból van félkész állapotból jön, amit a faragónk megvésett, és azt még ki fogjuk festeni. Drága egy ilyen láda? Hát attól függ, mert hogy ugye volt egy időszak, amikor begyűjtötték ezeket, tehát volt a régi dolgoknak ugye egy ilyen reneszánsza, akkor jó drágáért vásárolták. Van, tehát ez a add el, ahogy el tudod, vedd meg, ahogy megtudod. A Katánk ezt a ládát viszonylag olcsón vette, és úgy újította föl, de láttam a neten jó drágáért is. Tehát ez kiszámíthatatlan, hogy mi mennyi. Most hogy áll ez a projekt, amibe belevágtatok? Nagyon, tehát terveimen felül sikerült, mert több szemétől is kaptunk fotókat személyes tulajdonában lévő ládákról. Voltunk több múzeumban, ott is felfedeztünk újakat, ami nincsen a katalógusokban, és voltunk a Vajdaságban, ahol a szerb határtól Belgrádig Mária néprajzos, aki a Novi Sade Múzeumnak volt a néprajzosa, most már nyugdíjas, 200 darab komáromi ládát gyűjtött föl. A mindenit, hát akkor jó messzire eljutottak a ládák. Igen, hát Belgrádig, tehát végig a Dunán, egészen a Vaskapuig igazából lejutottak. Tehát csodálatos. És akkor nincs irodalma, igen. Ezt szeretnénk mi most fölgyűjteni is, meg azért is tehát továbbadni, meg motivumból egy ilyen módszertári dolgot összeállítani, meg olyan könyvet, hogy az óvodáskortól egészen a felnőtt korig, akinek kedve van, tudja ezt művelni. Hát akkor lehet megint lehet pályázni újra. Igen, igen. És ami meg azt hiszem, hogy nagyon nagyszerű dolog, hogy 1764 szemét óvodástól 90 évesig a megyébe festettünk velük. Nem azt mondjuk, hogy megtanítottuk, hanem kapott egy kis kóstolót, egy kis történetet, és főként, hogy azt deklaráljuk, hogy Komárom az a festett bútorok, pingáló asztalosok, tehát innen indult el ez a bölcső. És fiatalok, idősek, iskolások a megyeszerte, az a 7-8 ember, akit tanultuk, mi hirdettük az igét. Igen. Hát ez csodálatos. Ez végül is annyira egyedi, és annyira különleges, hogy ebből tényleg még egy iparágat is ki lehetne növeszteni, nem? Igen, mert örömünkre is most ez a kontroll itt a mesterségek ünnepén, hogy ide elhoztuk, megmutatjuk, hogy lenne igény arra, hogy megvásárolnák esetleg, vagy rendelnének, és egy nagyon aranyos dolog történt, hogy egy anyuka mondta, hogy őnek ki kellene egy ilyen láda, ő meg is festené, és a kelengyéjét megszövi, megvarja a lányának, mire férhez be. Most 12 éves a lánya, úgyhogy mondta, lesz ideje még erre. Unokáknak kerestek kis széket, tehát még a sámli kategória is belefér. A közepes ládának is volt érdeklődője, kicsinek is, és azt gondolom, hogy az ilyen tálca, szalvétatartó, bármilyen tartó. Igen, és már ilyen rokon és kapcsolt részek. Igen, tehát egy kékfestő terítővel ez a konyhákba beilleszthető. Hát engem is érdekelne egy ilyen láda, de zárható változatban. Hát nagyon szépen köszönjük a bemutatkozást, és még azon kívül még mi minden foglalkoztat benneteket. Van egy másik hagyományos innovációs programunk is, amit párhuzamosan futtatunk, és ráhangolódik a komáromi ládás ügyünkre, mert ugye a legszimpatikusabbak azért ezek a kék alapú, sötét alapú ládák,
mert a kékfestőben is megújítjuk, tehát Bódi Irén hagyományát folytatva elindítottunk egy ilyen megújító dolgot is, amit páran csinálunk, például kékfestő, egyszínű kékfestőre gömöri csomós hímzéssel nyomó duc mintákat, tehát ami kékfestő is, meg nem is, de mégis hát igen, is. Úgy tudom, hogy a ruhád is egy egyedi darab. Igen, ez is különleges attól, hogy ez egy ilyen selyem damaszra nyomott kékfestő, amit a győri kékfestők csináltak. Fantasztikus. Hát ez kellene, hogy újra feltámasztani az emberekben az igényt ezekre a dolgokra. Mert úgy meghálálja magát. Éppen tegnap készítettem beszélgetést a derecskei szűrkészítő mesterrel, és tavaly vettem tőle egy telefontokot, és most úgy elmondtam neki, hogy olyan jó érzés azt a tokot minduntalan azt elővenni, és abból kivenni a telefont, és szerintem ugyanez a ruhákkal, a ládákkal, hogy egyszerűen jó érzés költözik az emberbe, ha ezeket az eszközöket használja, ilyen eszközök veszik körül. Megváltozik az ember élete, az életminősége, lélekkel telik meg, szépséggel, valahogy kirángatja az embert a búbánatból, még akkor is, ha éppenséggel talán még jogos is volna, de ezek a tárgyak nem hagyják, mosolyognak az emberre. Igen, hát én azt gondolom, én nagyon ilyen lokálpatrióta vagyok, és én ennek a Komáromi Láda ügynek örülök, hogy végül is ilyen sikere van, meg ilyen szívesen, mert ugye azért elég nehéz a csuhést, meg a textilest, meg a fafaragót bevonni egy ilyen új ügyben, de a végén annyira jó érzés volt, amikor mondták a lányok is, hogy olyan szívesen csináltam, és végig csináltunk egy ilyen záró kiállítást, és olyan jó volt végignézni, és mindenki úgy örült neki, így hogy van. Igény van arra, hogy tovább vigye. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további nagyon jó munkát kívánunk. Én köszönöm, és további sok szép élményt kívánok nektek. Köszönjük.